Hello, én Szilágyi György vagyok. A második nap végén itt Münchenben, megint a szállodában csinálom ezt a videót most, és ez a nap, amin túl vagyok, vagy túl vagyunk, hiszen 3000-en vagyunk ezen a rendezvényen, valami nagyon-nagyon komoly. Most már több mint 6 hónapja vagyok ebben az üzletben. Azt tudtam ebben az elmúlt több mint 6 hónapban is, vagy legalábbis éreztem azt, hogy egy nagyon komoly hely az, ahol, amit végre megtaláltam, és amit mindig is kerestem, ez az az üzlet, amire rátaláltam, vagy ami rám talált, mondjuk inkább így. De most vált bizonyossá itt ezen a rendezvényen, hogy ez valóban így is van. Itt mögöttem ég a tűz, de ez nem tűz. Persze nem igazi, nyilván, hiszen ez a televízióban van most. De az, ami itt van most Münchenben, ezen a rendezvényen, ezen az FG Express rendezvényen, na ott van az igazi tűz. És tudjátok, hogy miből lehet ezt érezni? Ott van 3000 ember. Az az energia, ami ott van, és amit lehet nyerni ennek a 3000 embernek a közös gondolkozásából és a közös akaratából, az valami félelmetes, az szinte kézzel fogható. És a tűz az ott van ő bennük, és ott van ebben az egész csapatban, aki egy irányba gondolkozik, és aki egy utat választott a boldogulásáért. És ott van a tűz abban a vezetőben, akihez foghatót én még nem láttam. Ron Williams ez az ember, aki létrehozta ezt a vállalatot, akinek köszönhető az, hogy itt van a vállalat, itt vannak ezek a termékek, amik meg fogják változtatni az életünket. Nem csak az enyémet, hanem sok-sok emberét, aki úgy gondolja, hogy ez az út az ő számára is megfelelő. És én azt gondolom, hogy ennél jobb utat én legalábbis nem találhatnék, nem találhattam. Mi történt a mai nap? Most már majdnem este 10 óra van, 5 perc múlva lesz este 10. Most értem vissza a szállodába, és azonnal leültem, hogy ezt a videót megcsináljam, mert el akarok mondani néhány dolgot mindenképpen. Nem túlzottan sokat, mert akkor itt egy pár órát eltölthetnék azzal, hogy meséljek. Tényleg csak pár percben. Ma gyakorlatilag a termékekről szólt a mai délután, délelőtte egy ilyen közösségi rendezvény volt, amihez foghatót én még nem láttam. A cég segít ott, ahol tud, és a forrásai megvannak hozzá, higgyétek el. Ma például a délelőtt, ahogy mondtam, azzal telt, hogy csomagokat állítottunk össze Romániában élő anyáknak, akik a gyerekeiket nem tudják nevelni, vagy csak nagyon-nagyon nehezen. Hát nevezzük segély, nem szeretem a segély szót, segítség csomagokat inkább nevezzük így. Ezeket aztán el fogják juttatni Romániába. Délután pedig a termékekről szólt. Egyrészt azokról a termékekről, amiket már lehet, hogy te is ismersz, amik itt vannak már a mi üzletünkben, és amik elérhetők Magyarországon is, ugye a Power Strips és a Beauty Strips. Én beszéltem már sokat ezekről, most is elmondtak róluk sok-sok mindent, és olyan tapasztalatokat osztottak meg, amit majd én is el fogok mondani természetesen, de a fontosak mellett van más fontos dolog is. 3 új termék fog bekerülni most az üzletünkbe, aminek az elindítása most történt meg, ma délután ezen a rendezvényen. 3 új termék, amikről már beszéltem, és lehet, hogy hallottál is már róla tőle, 2-ről mindenképpen. Az egyik a Fix, és bocs, most egy pillanatra, ezt már meg is tudom mutatni, hiszen ez már megvásárolható. Én megvásároltam ebből egyet, ez egy dobozban van. Ugye ez a Fix, ez egy fogyókúrás termékrendszernek az egyik eleme. Hogy melyik az a termékrendszer, erről most nem beszélnék, de ez az egyik összetevője a 4 terméknek, amiből áll ez a termékrendszer, az egyik belőle ez a termék, a Fix. Ez egy italpor, gyakorlatilag egy séket lehet belőle készíteni, egy csokoládés ízű séket, de
hogy mit tartalmaz pontosan, és mitől válik borzasztó fontossá, rendkívül fontossá azok számára, akik fogyókúrázni akarnak, azt el fogom mondani nem sokára. Ez az egyik termék, tehát ami hamarosan, és ez már csak 1-2 hét, vagy maximum 3 hét kapható lesz nálunk is. De már itt van Európában. A másik termék a Pulse 8, erről is beszéltem már, a szív- és érrendszer támogatásának egy olyan eszköze, amihez fogható, hát nem nagyon van a világon sem. Hogy pontosan mi ez, és pontosan hogy működik, erről is beszélni fogok. És a harmadik egy szérum, a Beauty Strips-nek, amit már lehet, hogy ismersz tőlem, egy kiegészítője, maga a szérum, ami ebben a rendszerben van, egy pumpás változatban. Na, ez is egy rendkívüli dolog. Tehát itt van három termék, három olyan termék, amikre akár önállóan is mindegyikükre egy komplett üzletet föl lehetne építeni. És ezek kerültek be most az üzletünkbe. Szóval itt olyan dolog várható, én nem tudom, hogy ez jelent-e számodra valamit. Ha te hálózatot építesz, akkor valószínűleg kezdett kapizsgálni, hogy itt azért valami komoly dolog történik. Hiszen három új termék most itt van, aztán újabb kettő fog érkezni majd januárban, tehát 2 hónap múlva mondjuk, utána pedig 6 havonként 2 új termék. Érted, hogy ez mit jelent, és tudod, hogy ez milyen jelentőségű? Hát ha üzletben gondolkozol esetleg, vagy keresel valamit, amivel te előre tudnál lépni, és ahol komoly pénzt tudnál keresni, hát én komolyan gondolom azt, hogy nem tudsz találni még egy olyat, mint amilyen most az Edge Express, és nem tudnál még egy olyan helyen elkezdeni üzletet építeni, mint amilyen most az Edge Express. Az a jövő, ami itt van előttünk, az valami szédületes. Még belegondolni is nehéz, és elképzelni is nehéz, hogy mi az, ami vár itt ránk ebben az üzletben. Ilyen céggel, ilyen vezetőkkel, ilyen csapattal, ilyen termékekkel, ilyen kompenzációs tervvel, mint amilyen itt van. Én nem látok hasonlót sem. Vannak nagyon komoly cégek, nehogy félreértsen. Van néhány Magyarországon is. Vannak. Én ezt nem mondom, hogy nincsenek. De olyan jövőképpel és olyan, ahol minden ennyire együtt van, mint az Edge Expressben, nem tudnék még egyet mondani. Szóval, hát még egy nap van itt Münchenben, és az egész nap szintén a cégről szól, és elismerésekről szól. Mutatok majd videót is, természetesen meg csináltam megint egy csomó képet, ebben a videóban most nem nincs rá időm, és nincs hozzá erőm, hogy ma este ezt megcsináljam, de meg fogom csinálni, ahogy hazaértem azonnal, és mutatok róla többet is természetesen, de csak azt akartam ma elmondani, hogy érezd egy picit azt, próbáljam meg átadni azt az érzést, ami itt van bennem, azt a bizonyosságot és azt a tudatot, hogy welcome home, itthon vagyok. Szóval nagyon komoly dolog, ami történik. Én csak egy dolgot tudok neked javasolni. Nézd bele alaposan, hogy miről van itt szó egyáltalán. Szerezz információt róla, ahol csak tudsz. Ott van mindjárt a blogom, például kezd ott, és határozd el magad, és döntsd el, hogy akarsz-e ezen az úton járni, és akarod-e azt a jövőt, ami itt vár ránk. Én nem tudok ennyi jobbat. Ennyi mára, holnap nem, mert holnap utazom, illetve éjszaka, de hétfőn mindenféleképpen jelentkezem, és egy kis összefoglalót adok majd erről a szenzációs rendezvényről, úgyhogy én köszönöm addig a figyelmedet, és szerezd meg azt az információt, amire még szükséged van. További szép napot neked, minden jót, Szilágyi György vagyok, szia!